A 29 éves Ronaldo, aki Thierry Henrytól, a franciák nemrég visszavonult világ és Európa bajnokától vehette át a díjat, 2008 és 2013 után harmadik alkalommal érdemelte ki az elismerést, amely korábban csak két portugál, a tavaly elhunyt Eusebio, valamint Luis Figo kapott meg. A királyi gárda világklasszis futballistája tavaly többek között a klub történetének 10. bajnokok ligája sikerét aratta a Real Madriddal. Ronaldo ezzel csatlakozott a háromszoros aranylabdások táborához, a francia Michel Platinihez, továbbá a holland Johan Cruyffhoz és Marco van Bastenhez. A FIFA honlapjának beszámolója szerint Ronaldo hatalmas fölénnyel a szavazatok csaknem 40%-át begyűjtve diadalmaskodott. A második helyen a négyszeres győztes Lionel Messi az FC Barcelona argentin csatára végzett, valamivel több mint 15%-kal, míg Manuel Neuer, a Bayern München világbajnok német kapusa ettől az eredménytől alig lemaradva lett harmadik. A nőknél a bajnokok ligájában címvédő német Wolfsburg erősségét, Nadine Kesslert választották a legjobbnak. Az eseményen röviden megemlékeztek a múlt heti párizsi terrortámadásról is. A kivetítőkön a Je suis Charlie jelmondat volt olvasható. A Puskás díjat, vagyis az év legszebb góljáért járó elismerést James Rodriguez kapta. A Real Madrid középpályása azzal érdemelte ki, hogy június 28-án a brazíliai világbajnokságon az uruguayiak ellen nyolcad döntőben egy mellel maga elé tett labdát a levegőből védhetetlenül bombázott kapura, és az a keresztlécről pattant a gólvonal mögé. A legjobb férfi csapatot irányító edző Joachim Löw a világbajnok német válogatott szövetségi kapitánya lett. A legjobb női csapatot irányító szakembernek a BL győztes Wolfsburgot irányító Ralf Kellermant választották. A zürichi díjátadó gálán jelen volt Orbán Viktor magyar miniszterelnök is.